Sziasztok srácok! Szia anya! Én Tosza vagyok. Mint láthatjátok, készült végre a motorom, úgyhogy most már újra ezzel megyünk. Essünk neki a mostani témának. Témánk az volt, hogy nem volt, ezáltal akármiről beszélhetünk. Én hosszas tűnődés után arra jutottam, hogy magamról fogok beszélni, hogyan kezdtem el a motorozást, hogyan kezdtem el a YouTube-ozást. Jó pár évvel ezelőtt, mikor tatáméktól kaptam egy Simpsont, ugye akkor még nem volt jogosítványom sem, mert túlságosan fiatal voltam. Ezért egy jó másfél évig ezen a gyepen gyakorolgattam. Utána azt eladtuk és vettem ezt a motort. Azzal pedig ezen az úton volt életem első rendes motoros élménye. Nagyjából fél évig mozogtam még papírok nélkül. Utána felraktuk egy utánfutóra, levittem Szegedre, és megcsináltam vele a motoros jogsit. Azután visszahoztuk vidékre a motort, ugyanis nekünk sajnos még nem volt garázsunk, ezáltal nem bírtuk hol tárolni, utcán pedig nem szívesen hagytam volna. Nagyjából másfél éven keresztül havi rendszerességgel jártam le vidékre, hogy tudjak motorozni. Azonban idén májusban mondtam anyáéknak, hogy a Motoszándé és a Moto.hu vlogger versenyt fog idén is rendezni, ezért nagyon leszeretném vinni Szegedre a motort. Ők szerencsére megengedték, úgyhogy innen is köszönöm. A YouTube-os karrierem egyáltalán nem ekkor kezdődött egyébként. Sokkal inkább karácsonykor, amikor kaptam egy ilyen akciókamerát. Úgyhogy azóta töltögetek fel kisebb-nagyobb videókat, de beszélni még egyikben sem beszéltem egészen a verseny kezdetéig. Akkor ejtsünk pár szót arról, hogy mit tettük nekem a YouTube-os létben. Például megismerhettem azonos érdeklődési körrel rendelkező embereket, ezáltal szerezhettem új barátokat is. A videók után kapott pénzből teljes mértékben meg lehet élni. Bátorabban kipróbálok új helyeket! A legjobb az egészben, hogy bármikor, bárhol ott lehetek. Ennyi. Menni, 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 még csak útra találsz. Megteszi. Azt fel is felejtettem mondani nektek, hogy azért mászok fel éppen erre a fára, mert sokótoknak láttam, hogy van drónja, és rendkívül tetszettek azok a videók, amiket azzal csináltatok. Csak hát nekem nincs, én így kénytelen vagyok magamat felvinni a magasba. Na de nézelődjünk egy kicsit. Ennyi lett volna ez a kis videó. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek, illetve köszönöm, hogy bemutatkozhattam a verseny keretein belül. Ugyanitt szeretnék gratulálni minden egyes indulónak, szerintem nagyon jók voltatok. Úgyhogy csak ügyesen srácok, széles utat, gumifelkat. Na... Sziasztok!